Hát újabb helyi ételt próbálok ki, amit még nem próbáltam ki. Ilyen ausztrál mogyorót, ausztrál őshonos mogyorót, és azt már tudom, hogy az Istennek nem tudom ki. Szóval volt az acskóban ez a nyitó, most ezt megpróbálom így egy kézzel a kamerát is tartva kivenni. Ez így néz ki, mint egy ilyen, nem tudom micsoda. És akkor itt van, hogy azzal kell kinyitni. A hátulján is rajta van, hogy a kulccsal kell kinyitni a mogyorót. Hát nézzük bele, miről is beszélek. És először én azt hittem, hogy ez valami átvágás, és IKEA-s fagolyót sikerült venni. Így néz ki, hogy bele van vágva, vagy hát nem hiszem, hogy magától így nőne, van egy ilyen rés, mint egy ilyen középkori lovag. Néz ki a lyuka. És akkor ezt a kulcsot oda kéne betenni, hogy kinyissuk. Na hát én most megpróbálkozom ezzel. Jó, belenyomom, és akkor mi? El kell forgatni, mint a kulcsot, vagy még jobban bele kell nyomni, hogy így menjen át. Hogy az Istenbe kell ezt kinyitni. Látom, már ma se eszünk. Vagy így végig kell húzigálni. Hogy így nyíljon ki. Mindjárt oda jutok, hogy a YouTube videón kell megnézni, hogy hogyan el kell enni egy kurva mogyoró. Megvan. Ketté törtem. Így néz ki belülről. Olyan furán könnyebb az állaga, mintha úgy lebegni tudna a vizem. Könnyedebb a belső. A külseje meg kár, hogy nem csoki. Mert tökre olyan színű. Lehetne enni. Oké. YouTube videó nélkül kinyitottam.